Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a 32. falunapon Galgahévízen. Reméljük, hogy egy ugyanolyan eredményes, vagy egy ugyanolyan szép műsort sikerül ma színpadra varázsolni, mint ami tegnap volt a nagyszerű operett előadókkal és az énekkaroknak a produkcióival. Mai napot majd mindig szépen apránként csepegtetem az információt, mondjuk kezdjek azzal, hogy én Bence Mátyás vagyok, itt a faluban tanítok, itt a környéken ügyködöm a zenekarommal, és nem utolsó sorban picit igyekszem a közeljövőben hát segíteni mindenféle módon a környék, de kifejezetten Galgahévíz kulturális életét, úgy, hogy az mindenkinek tetszen. A következő egy órában népzenei koncertek lesznek a színpadon, és egy picit van kötődésem is, ez nem titok talán, ehhez a következő kis periódushoz, de mindenek előtt Vanó András polgármester mond pár köszöntő szót, aztán mondom, hogy mi lesz. Köszönjük, hogy itt vannak. Szép jó napot kívánok mindenkinek, és hoztam magammal egy kísérőt, hogy ne egyedül legyek itt a színpadon, ne kelljen félnem. Nyiladozunk. Tehát ez a 32. falunap, ez tulajdonképpen már a 33., de ugye a pandémia miatt egyet ki kellett hagynunk sajnos, ami azért látszik is azon, hogy egy év elmaradt, nem igazán tudtunk felkészülni sem, de itt vagyunk újra. Vége van az első hullámnak, vagyis harmadiknak, reméljük, hogy negyedik nem lesz, és folytatni tudjuk az életünket úgy társadalmi szinten is, mint a civil egyesületekkel, ami nem lesz egy könnyű feladat számunkra. A mai nap apropója nem kimondottan csak a falunap, hiszen erre az alkalomra a LIDER közösség egyesülettől kaptunk pályázati pénzt, ami közös megvalósítás alapján lesz megtartva. Egyik részét már megtartottuk Szobon, a másik része tegnap volt a Galgahévízi Római Katolikus Egyházközösségnél, egy egyházi ünnep, egy Isten dicsőítése, majd egy emléktábla avatással, és itt vagyunk a mai napon a hagyományőrző résszel. Én kívánom önöknek, hogy jól érezzék magukat, ne vigyen el minket a vihar. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat Püspök 60-ból, Szobról eljöttek megmutatni nekünk, hogy az ő térségükben milyen és a hagyományőrzés, és minden olyan együttesnek, aki még fellép, lesz Fix Team, lesz GGPS, ugye, aki zenélni fog és utcabált fog tartani, és vannak a tanulóink, akik itt vannak Galgahévízen. Még annyit el szeretnék mondani, hogy Matyi nem hiába volt a színpadon, és nem azért tettük csak ide, mert ő segítő és tanár Galgahévízen. A közeljövőben ő fogja irányítani a művelődési házi tevékenységeket. A művelődési ház igazgatónk gyermekáldásos gyermeket vár, és megy egy nagyon örömteli szabadságra. Reméljük azért mindig fog tudni nekünk segíteni, és besegít nekünk a dolgunkba. A mai napon gondoltam, hogy elköszönünk egy olyan embertől, aki számtalan esetben segítette a mi munkánkat sport terület lévén. Ő pedig a Galgahévízi alpolgármester úr, Bence János, aki éveken keresztül nagyon sok energiával, anyagi támogatással és minden egyébbel támogatta a Galgahévízi sportkört. Elfáradtunk. Átadjuk a helyet a fiataloknak, úgy döntöttünk, hogy adunk lehetőséget és lehet jönni, és a polgármester úrnak a szavét ugyan nem idézem, mert majd mindenki fogja tudni olvasni a megfelelő fórumokon, de szeretnénk neki átadni egy emlékplakettet és egy köszönő oklevelet, amit a Timi már is el fog olvasni, hogy mit írtunk rá. János, légy oly kedves! Elismerő oklevél, mely adatik Bence János részére, akit a 32. falunap alkalmából köszöntünk a hosszú évek során Galgahévíz sport életében tanúsított aktív részvételéért.
Önzetlen támogató tevékenységével, példaértékű hozzáállásával településünk futballéletének fejlődéséért sokat tett. Megköszönve segítő, adományozó tevékenységét, további életére kérjük a mindenható bőséges áldását, kívánunk jó egészséget, minden jót és szépet szerető családja körében. Galga Hévíz, 2021. július 11. És akkor jöjjön a kulturális műsor, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. És hát elsőként, hogy köszöntsem a színpadon, Pachert Andrást és fiait. Ez a produkció ez abból merít, hogy Tücsi, Pachert András, a Galga zenekar oszlopos tagja volt nagyon sok ideig, és hát egy kiváló nagybőgőst tisztelhetünk benne, aki hát olyannyira nagy hatással volt a saját családjára, hogy két fia, Zsombor és Marci is, hogy mondjam, picit erre az útra lépett, és az olyannyira komolyá vált, hogy azért most már két éve egy ilyen kis triót alkotnak, ami hát többszörösen örvendetes, mert egy az, hogy hát a környéken a nagy múltú vonószenekarok úgy néz ki, hogy megmaradnak, ha ez a tendencia ez így nem változik meg, már pedig hál' Istennek ez apáról fiúra száll, úgy néz ki még most is 2021-ben. A műsorukat talán hallottak róla, a Hagyományok Háza készített most egy olyan pályázatot adott ki, ahol zenekarok egyórás műsort vehettek fel, és ebből a műsorból fognak egy kis ízelítőt játszani nekünk, egy dunántúli, egy kalotaszegi, egy felcsiki, majd egy hazai galgamenti összeállítást játszanak. Fogadják sok szeretettel, hajrá! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, és hagy adjak át egy kis emléket Tücsinek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük ezt a nagyszerű koncertet, még egy nagy tapsot Pachert Andrásnak és fiainak, köszönjük szépen. És egy nagyon rövid átállás után egy olyan kis formáció következik, ami hát még ennyire talán nem kiforrott, mint ez az elmúlt pár perc, amit Tücsék játszottak. Galga Hévízi, Turai, Hévíz Györki, mindenféle tájról érkezett gyerekek fognak most muzsikálni. A tanítványaim fognak egy pár kis blokkot előadni önöknek, majd utána szépen lassan belecsapunk a táncos produkciókba, hisz hát a népzene nagyon szép, nagyon szeretjük, a fülünket gyönyörködteti, de hát azért tánc alá az igazi az. Úgyhogy még hál' Istennek sok kiváló zenekar meg fog itt fordulni a mai napon. Kicsit később elkezdem mondani majd az esti fő műsoridős produkciókat. Egy pár perc átállás után tehát népzenei koncert következik újból. Kis Galga zenekar, Turai, Galga Hévízi és Hévíz Györki. Gyerekek jönnek.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, és új produkció következik, új fejezet nyílik, a táncosoké lesz a terep, és egy bő 3 perc múlva színpadi átállást követően nekilátunk a táncos etapnak, ahol a galgahévízi hagyományőrzők, ahol a püspök hatvaniak, ahol a szobik együttes, ahol a kisbetyár, egy 4 együttesnek a műsor számait láthatják a következő 3/4 órában. Reméljük elnyeri majd tetszésüket. Nagyon szépen köszönik a gyerekek a lehetőséget, köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy megmutathatták, hogy mit tanultak. Ezekben az egyébként is nehéz években, mert azért az elmúlt 1 év mindenkinek talán van ilyen tapasztalata, hogy hát nem volt az igazi annak, aki iskolába jár, egy picit több feladat hárult az otthoniakra, kicsit kevesebb személyes kapcsolat volt az iskolákban, ami hát azért a tanulásnak akár hogy is működik, ez online, ez talán tapasztalatból mondhatom, azért nagyon fontos, hogy egy személyes jó tanács, egy olyan segítség, ami esetleg a hegedülésben sokszor egy tanári intés, hogy mit hova tegyél, melyik új szakmázni nem akarok. A lényeg az, hogy nehéz időszakon vannak túl, mint mindannyian, de ügyesek lesznek, övéké a jövő, úgyhogy szurkoljunk nekik. És a következő pillanatokban pedig a Galga Hévízi csapat lép majd színpadra, fogadják őket sok szeretettel, 1 perc és jövünk vissza. És hát akkor folytatjuk is a mai nap programját. Először is hagy mutassam be a Danubius táncegyüttest. Az együttes 1987-ben alakult, jövőre ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Múltja, jelene és jövője szobhoz köti. A magyar népi kultúra, a néptánc, a népi játékok és hagyományaink átadása, megismertetése a fő céljuk, és teszik ezt óvodáskortól egészen felnőtt korig, 4 csoportban 60 fővel működnek. A pandémia az együttes életét is felforgatta, közös alkalmak, próbák, fellépések hiányát nem, illetve nehezen lehetett pótolni, enyhíteni. Az ebből eredő taglétszám csökkenés pedig folyamatos toborzással igyekeznek megoldani. Előadásukban a felvidéki polgári táncokat láthatunk, amelyeket most színpadra hoztak nekünk. Köszöntjük őket nagy tapssal, szobról, a Danubius táncegyüttes. Köszönjük szépen, itt van. Jaj, de aranyos! Csip-csap!
Arra jár a kis Mariska, jaj, de aranyos. Csip-csap, csapodár, kanári madár. Engem meg a babám, a kapuba vár. Csip-csap, csapodár, kanári madár. Engem meg a babám, a kapuba vár. Hogy, majd megmondom, hogy, hogy, hogy.
Nagy szeretettel köszöntöm én is Önöket. A Hajdú Sarolta vagyok, a Galgahivízi Hagyományőrző Együttesnek a művészeti vezetője. Soron következő műsorban őket lehet megtekinteni. Majális című koreográfiánkat láthatják. Az együttesben, hála jó Istennek, a kicsiktől a nyugdíjasokig találhatóak tagok, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna egy ilyen kis szuper csapathoz. Úgyhogy fogadják szeretettel a Galgahivízi Hagyományőrző Együttes műsorát.
Nagyon szépen köszönjük Hagyományőrző együttesnek, és hagyd mondjak el néhány közérdekű információt, amíg picit átrendeződik a színpadi felállás. Iskolakert látogatásra van lehetőség itt felőlem, tehát a színpad bal oldalán, nekem a jobb kezem felől. Darnyik Ágiék mindenkit szeretettel várnak, mivel hát idén először gyerekek csinálták a kertet meg, növénygyűjtést hirdettek, majd a saját kezük munkáját meg lehet csodálni, lehet jelentkezni Ágiéknál. Rengeteg limonádé és mindenféle fagylaltok vannak, ami egyébként, hogyha egy picit úgy gondolják, hogy megtámogatják őket, akkor nem közvetlen őket támogatják, hanem a Galga Vévízi iskoláért alapítványt. Hátul egyébként a tér, úgymond templom felül eső részén Süli Richard kollégáival gyermekjátékokat, népi gyermekjátszót működtet hátul nagy sikerrel, és hát akkor már hagyd mutassam be a bal kezem felé lévő standot is. Valkóról jöttek Fuchs Attila és Erzsébet, ők mindenféle jót, ami az alkoholtól a kevésbé alkoholos jégkásáig létezik, fölsorakoztatnak a mai napon. Bolbás méhészet kiszállt, nagyon lelkesen adják el a mézet, úgyhogy tessék enni, mert az egészséges meg jó. És ezen felül még, amit érdemes tudni, hogy az édes kísértés is kipakolt Radics Adrienék standja. És akkor azzal folytatjuk a mai műsort, hogy hát egy kis galgahévízi vonatkozás még legyen. A Kisbetyár együttesek fognak színpadra lépni. Őket a mögöttem már felsorakozó Fixtim zenekar fogja kísérni, akiknek a zenekar tagjai közül ketten a Duna Művész Együttes jeles tagjai, tehát nagyon nívós, szép muzsikát fogunk hallani. Az együttes pedig galgamenti táncokat ad elő. Kapuvári Dávid és Németh Réka vezeti most az együttest, és pont most mondta Réka, hogy hát ők még így a nyári időszakban is próbálnak erősen, úgyhogy hát megint csak azt tudom mondani, hogy hát egy nagy tapsal fogadjuk majd a gyerekeket, mert tehát ha még nyáron is próbálnak a nyári szünet helyett, ez azért igazán becsülendő dolog, nem a pihenés az első, hanem az kótyavetyélt idő, amit sajnos próba nélkül kellett eltölteniük az elmúlt egy évben. Ez most jó sok próbával színpadra fog újra most kerülni előttünk. Mondhatnánk, hogy újra debütálnak. Úgyhogy a következő pillanatokban a Kisbetyár együttes következik, fogadják sok szeretettel. Nem megyünk! Miért?
Nagyon szépen köszönjük a Kisbetyár táncegyüttesnek. És még mielőtt belecsapunk a húrok közé, gyorsan hagyd mondjam el, amit kötelességem elmondani. Püspök ott van a Galga völgyében fekvő, a közelmúltig szlovák ajkú település, amely megtartotta és hagyományként tovább őrizte a közösségben valaha élt német, magyar és szlovák nemzetiségek hagyományait. A Püspökhatvani Népi Együttes 2006. októberében alakult. A csoport célja, hogy Püspökhatvan táncait, dalait, néphagyományait a régi szokásokhoz hűen állítsa a színpadra, és mindezeket a hagyományokat ismertesse és újjáélessze a faluban. A Püspökhatvani Népi Együttes az elmúlt másfél évtizedben számtalan magyarországi és szlovákiai fesztiválon rendezvényen ismertette meg a közönséggel Püspökhatvan zenei és tánckultúráját, szokásait. A csoport rendszeresen részt vesz a Muhraj Népművészeti Szövetség, illetve az Országos Szlovák Önkormányzat által rendezett minősítőkön. Mindkét szakmai fórum többszörös aranyminősítéssel értékelt az együttest. Az együttes büszke tulajdonosa az Ószőő által alapított Lami István díjnak is. Püspökhatvani Táncok című koreográfia a hagyományos püspökhatvani táncokat, csárdást, verbunkot, friss csárdást, valamint a nők karéozását mutatja be. Püspökhatvan község dalai és táncai érdekes kettősséget mutatnak, hiszen megtaláltak bennük a felső galgamenti szlovákságra jellemző stílusjegyek, de erősen érződik hatása a Galga déli folyásánál fekvő magyar ajkú településeken is. A magyarokra jellemző verbum mellett megtalálható a szlovák forgós, félfordulós párostánc is. Mindezeket a táncokat természetesen magyar és szlovák dalok felváltva kísérik. Az együttes művészeti vezetői Szokolik Szabolcs, Szokolik Melinda, együttes vezető Gimesiné Szokolemese fogadják sok szeretettel a püspökhatvani hagyományozókat. Thank you.
Viva tu hoya!